köszöntöm a sajtó képviselőit. Tisztelt jelenlévők, egy térség, egy régió vagy egy ország fejlődését, fejlesztését nyilvánvalóan innovációs tevékenységet kellett biztosítani. Az innováció azért van szükség, innováció nélkül a magas hozzáadott értékű termelés nem fordulhat elő, ehhez szükség van arra, hogy korszerű innovációs tevékenységet folytassunk. Ezen belül is sokféle innováció van. Van olyan, ami olyan fajta tevékenységhez kötődik, amit picit javítanak valamin, egy picivel jobb lesz, picivel szebb lesz, picivel erősebb lesz, hogyha az a cél, hogy valami erősebb legyen. Tehát egy ilyen evolúciós folyamat révén lesz valami jó. A másik, és számunkra ez a fontos, amikor markánsan eltérő új, teljesen új technológiák fejlesztéshez kapcsolódunk, mert ezek biztosítják az élenjáró technológiát. A sajtó képviselőjét. A Pannonia Egyetem és azon belül is a Műszaki Informatikai Kar a működésének mindhárom dimenziójában olyan országos hatáskörű és hatású koordinációs tevékenységet végez, mint például oktatáshoz kapcsolódóan a középiskolások matematikai tehetséggondozása az Erdős Pál iskola által, vagy a már egyetemisták kiemelkedési lehetőségek biztosító, például itt említhető a múlt héten az IBM-mel közösen megrendezett 48 órás programozási verseny. Kutatásban nemzetközi konferenciákat szervezünk, például egy hónap múlva lesz a OKA nevezetű, már 10 éves konferenciás sorozat, ahol általában 5 kontinens 20 országából több mint 100 résztvevő vesz részt a rendezvényen, és ide tartozik a Nemzeti Koordinációs Központ és Innováció területén, kutatásfejlesztésben, amely ugye ma tartja innovációs konferenciáját.